Engineer. No. Go make yourself useful, seeing as you screwed up the trap. Yeah, right. We'll talk about that later, Waits. Visszajöttünk. Ricardo, get a lock on her radio so we can stay in touch. Úgy néz ki, hogy a fickónak volt egy terve. Mi szerint csapdába ejteni az alien, de azt én elkurtam, úgyhogy most működésekkel bírjam ezeket a... ezeket a vonatféleségeket, amik itt találhatóak. Úgyhogy ez fog most történni. Remélem gyorsan túl leszek rajta, mint hogy szép folyamatos lesz minden. Igyekszem gyorsan menni, nagyjából ismerem már ezt a helyet. Itt jártunk már. Ez de, de mennyire, annyira geci hangulat, és kurva jó. És, ja, hát megpróbáljuk mit kell csinálni. Reméljük gyorsan tudunk végezni a dologgal, és akkor mehetünk. Jó lesik most a kis nyugodtság, hogy őszinte remélem nem lesz túl para ez a része. Kezdenek már jönni. Reactivate the transmission console, okay. Nem tudom miért akarok olyan kétségbe esetlen flashbanget gyártani, de hiszem, hogy nagyon szükségem lesz rá, hogy őszinte legyek. De mi az Isten van ott? Így veri az ajtót. Ja. Na jó van. I know someone's in here. Ne szólaljatok, hogy ne lebukjunk. Calm down in ja, there, jó android, van. Fuck! Oké, szóval egy android van ott bezárva ezek szerint. És veszélyes. Veszélyes lények. Őt megszeretjük mindjárt. De ez... anyád! Láttátok mekkora anát adtam neki? Ez így... azért... de hogy kell ezzel hegem most? Nem értem most már ennek a működését, frankó módon. De milyen anát kapott? Jó, Istenem! De ez a játék, ez komoly. Jó, jó van. Na most mi van a következőnek? Mi a francot kell csinálni? Zöld izé. Szeretjük a zöld izéket. Most mi a franc van? Ha, hallani az adrai hangját ott.
Remélem fülhallgatóval vagytok. Aha, jó, oké. Ezt nem láttam az előbb, szóval. Reactivate the trusset to the main console. Oké. Oké, ez biztos, hogy nem lesz barátságos. Hát szerintem lebuktam, szóval itt most. Ezt el kell rendezni. Ezt el kell rendezni. Headshot, bitch! Na, jó, ez is meg volt. Nem tetszik a zene, csak azért bújtam el. Bár lehet, hogy ugye beindul egy esemény, a zene végig megy így is, ha megcsinál az eseményt, ha nem. De... végre hasznát vettük a revolvernek. Na, mit találunk ide bent? Megkérdeztetek semmész. Igazából. Csak így lecsekkolom, mi van, mi nincs. Nem nagy számodalom. Nem tudom, miért akarok rá. Flashmágat azért akarok csinálni, hogyha ebben legalább futok így többször, akkor legalább elvakítom őket, leütöm, tovább megyek, szóval nincs semmi extra. Akkor így sincs semmi feladat. Valamiért csak be kellett ide jönni, de most komolyan. Láttuk egy pár szó. És akkor mi az Isten, nem találod? De viszont amit nem láttunk, az az, hogy most először nem piros és zöld motottal kért, hogy gas torch required, hanem most először volt zöld. Szóval szerintem most célnál leszünk. Na, azt akkor megint. Ennyi? Ripley, this is Waits. The transit's here. We're waiting on you. Lift persze elbaszódott. So we can wait. Taylor can't. I can catch the next car. Your call. De meg kurva rendes vagyunk. Jó, persze a lift elbeszólott. Esély sincs rá. Mehetek-e másik úton? Visszanézzünk ide, de valamit kihagyok és... oh, ja, ez, oké. Ez az ajtó most már zöld lett, oké. Itt egy mentés. Nice job, menjünk tovább, és íme, ez kell nekünk, mondtam én. És enélkül nem is lenne Alien film, azt hiszem. Ez a kis heggesztő cucc nélkül. Na jó, van, hagyjuk, azt menjünk, heggesszünk. Elég egyértelmű, hogy hova kell most menni. Ugye most először is lehetettek, de csak piros-zöld izé volt ott, hanem zöld, úgyhogy erre el kell menni, csak hát valószínűleg, ja. Na jó van, lássuk. De kint nem. Jó, ugye a AVSD-vel kell irányítani igazából. És akkor a hegesztés van az automatikus, csak te irányítod a legföl eseményeket, jobbra-balrákat, de ez folyamatos ízben.
I guess. Játék nyugis, rópara. Eddig jók vagyunk. Nem volt túl sok alien show. Hangokat behozzák. Az kell, hogy megijedjek az anyukígyet. Eddig mindig, minden a helye van, szóval. Parázik az ember, de most legalább, tehát így értitek, hogy miért nem vagyok az annyira parázs horror téren, mert mindent ilyen logikára kikövetkeztetek, hogy mit, miért lehetséges, vagy hogy mi miért van. Emlékeztek, mikor kicsi voltál, ez volt rémálmod, akkor én a saját mondani gondolj valami valóságra, vagy gondol az okát, hogy hol lehet az a zajforrás, vagy bármi, amit ugye kiskorban hallottál és beszartál, és akkor rájöttél, hogy mi lehet az, hogy árnyék a utcáról, és az valójában fa, és nem egy arc, vagy egy kéz, és akkor mikor rájött ezekre van, és parásztál annyira. Úgy én így működöm itt is. Ja, ez nélkül ez a konverzáció, nyugi. Én is így működöm, hogy így megpróbálom megmagyarázni, mi miért lehet, és a játékban elég egyszerű, szóval. Lássuk, itt mit tudunk segíteni. A dolgunkon. Igazából semmi, de adunk a powernek, szóval ha valami nincs, akkor legyen power, air purification és levegő tisztasága, jó, valóságban fontos lenne itt a játékban kurvára, nem, úgyhogy akkor adunk egy kicsit annak, hogy ha nincs ilyen door access vagy ventilation access, akkor rágyúlunk a powerre, hogy legyen energia. Ripley, we heard voices as we left. Azt mondta, hogy hangokat hallotta, hogy eljöttek, tehát... Jep. Előbb kitalálom, melyikkel kell mennem. Egyelőre összem behívom, és el fogok bújni. Szóval az a trükk. Hát behívom, elbújok, megvárom, amíg elmennek, és akkor megyek tovább. És akkor az lesz a... Már hallom is, hogy jönnek, szóval... Pittyog a pittyogó is. Remind me why I agreed to this contract. Maybe he's found a better site to raid. Or a way off this fuck heap. That, today's the day we finally seal ourselves into the habitation box. We make it through this, I promise. Most már megint ott tart a sztori, ez a túl elhúzott segítségnyújtás a havernak, szóval ezt így kivitelezhettek volna egyszerűbb lépésekből is, szóval én értem, hogy többet akartak 3 óránál elérni, hogy játszanak az emberek vele, többet 3 óránál, és már jó benne is vagyok a többi 3 órában. Csak ti nem látjátok végül is, hogy mindig 30 perceket láthattok. Ugye sokszor, hogyha nem találom meg az utat, vagy ilyesmit, akkor azt megvágom. De ez már így kicsit úgy érzem, hogy fölösleges. De jó, mert ez bizony szempontból, hogy nyugtat, tehát nem folyamatos adrenalin stresszre gyúr rá, hanem kell ez az átvezető, de ez már kicsit hosszúra nyúlik, hogy segíts a haverodnak, ja, jó, segítettél neki, akkor kiderült, hogy... Hát az, hogy segítettél neki, elkúrtál valamit, most menj, azt javítsd ki, jó, akkor menjél vissza a lifthez, találj vissza a haverokhoz, ez ilyen pöcsöm dolgok, szóval így... szerintem ez egy halálfölösleges kerülő, és aztán most kezdem így felfogni, hogy miért kod például, miért csökkentette le a régi, nem tudom, talán majd 10 órás játék idejét csökkentette le egy ilyen 3 órára maximum, mert egyszerűen nincs szükség többre.
Jó van itt emberek vannak. Calm down. We're safe now. Waits has a plan. A plan? Really? This fucking plan's had a dumb as good so far. Frankon arra kell menni. Maybe we'll be safe here. For now anyway. Hát jó. Bevetjük az aljáterelést. Hát ezek kurvára nem mozdulnak. Most csak olyan rák van. Nem is olyan akarnak észrevenni. Most így fingom sincs, hogy merre. De arra kéne, de hogy, azt nem tudom, igazán tudom. Tudom, zajra nem reagálna. Nem értek, hogy miért igazából. Megpróbálom kitalálni, hogy mi van jó, és... Azt nem tudom. Fogom azt lelőm a picsával. Ja. Kurvára arra kell mennem. Jó, igen. És figyeld a headshotot. Sőfasz csinálják már ezt, nem? Lelőm őket a rákba, az kész. Yeah! Don't attack allies or civilians. Mi? Hát de most honnan tudja, hogy elálljok, vagy nem elálljok? Mi ott a nyáron? Most ez komolyan. Ripley, we're in the Marshall Bureau. Just turn right at the top of the stairs. You can't miss it. No welcome committee? Just get up here. Wait's out. Jó van. Hát akkor most csak próbálunk átjönni rajtuk. Újra. Begyűjtöm mindent. Itt a rossz kukásra. Na, megvan a nagyszerű ötlet. Legyártok egy ilyen smoke bombot. Rájuk dobom és elmegyek mellettük. Lesz ami lesz. Igaz? Elég vicces lenne, hogyha nem lehetne valahogy túl jutni rajtuk, hogy őszinte legyek. Calm down, calm down. We're safe now. Waits has a plan. A plan? Really? His fucking plans haven't done us much good so far. Érdekesen néznek ki ezek a dolgok, komolyan. Now anyway. Do you think we're safe here? Na jó, megyünk. Hát nem tudom, hogy miben fogok segíteni. Na jó, van, bazd meg, megyünk a rágba, tehát most így... És nem tudok mit csinálni. Was that you? Did you get the transit running? Nice work. Ja, jó van. Oké. Hello. Ez mekkora fél volt. Úristen, de milyen vagyok. Na hát ők végig hozzánk tartoztak, semmi gáz. Jó van, bejöttünk a lényekbe. Should be walking soon enough. Samuels is with her now. Okay. You managed to get transit up and running, so I guess we're even. Where's Ricardo? Hát azt egyszer tuti ki kell gyűjtni valamiért. Look, I'm busy. I've got Marlow in the cells, the lowlife who showed up with your flight recorder. Where's Marlow's ship? The Anisadora? He put it in a parking orbit around the gas giant.
Son of a bitch won't give us the command codes to let us bring it in on auto. Maybe you can get more out of the unhelpful bastard. Na most ki kell válasszam. Go talk to him. És hogy mi történt, és hogy hogyan. Marlo? Who wants to know? My name's Ripley. I'm with the company. Here for your empty box already? You guys are keen, I'll give you that. I'm here for personal reasons. My mother was on the Nostromo when it went missing 15 years ago. You serious? Shit. Well, shit. We never found her ship, Ripley. Just the recorder. But you sure as hell found something else. What happened out there? I need a way out of here, Ripley. Maybe we can make a deal. Just start talking. No. I want to know everything. Az van, hogy ez a tag tudhat valamit a... vagyis hát az édesanyákról, főszereplő a Ripley-ről, és most nem tudom, hogy mi jön. Most egy kicsit le vagyok maradva, hogy ezt most mit csinálunk. Lehet, hogy most a történetet meséli el, ami a filmben történt? Tehát, hogy beöltöztek a filmben ennek, és lementek a bolygóra. De nem így mentek le a bolygóra, mert a bolygóra egy űrhajóval mentek le. Persze ez lehet, hogy egy űrhajó volt, mert úgy néz ki, mint nem egy űrhajó, vagy nem tudom. Nagyon hangos itt, tudom. There you are. Foster, Meeks, keep your eyes open. Ja, értem! Tudom, hogy mi lesz. Jaj, jó van. Én most a börtönben ülő tagnak a bőrébe vagyok bújva, mert amit mondtam az egyik előző videó, tényleg az volt, hogy ők is lejöttek a bolygóra, és ők is rátaláltak a jelre. És ez csak egy dolgot jelenthet, srácok. És ez nagyon epic lesz. Nem lövöm le a poént, akinek most sem esett le, hogy mi fog most jönni, az kurvára jó. Nézzetek a bolygót, kurva jól néz ki a hangulat minden. Ez az a bolygó, ahol a bolygó neve Halál játszódik később. És ugyanabból a célból szálltak le ők is. Mint mondta az előző videóban, de tényleg az a sztori, hogy ők is kaptak a jelen, és leszálltak, hogy lecsekkolják. És eddig ez kurva jól néz ki. Annyira a hangulat is, tehát nem egy ilyen Colonial Marines fasságról van szó. Ez most kurva jó. És ha jól sejtem, hogy mi vár ennek az útnak a végén, az kicsit epic lesz, úgyhogy hagyom, hogy élvezzétek ki ezt a epic dolgot. Ennél közelebb azt hiszem, hogy nem is kerülhetünk majd az Alien univerzumhoz, mert bocsánat, hogy több eszek, de nagyon izgatott vagyok, ez egy nagyon jó rész, és hihetetlen élmény itt lenni, majd ezt játszani, így játszani, és elég közel nem is kerülhetnénk ehhez a bizonyos dologhoz, mint ami vár ránk hamarosan. I'll have a look around, see if I can find a weak spot. Wait here. Találom az utat természetesen, ahogy ez lenni kell. De biztos, hogy itt van az orró, de túl sok helyre nem lehet elmenni. Visszafelé megértem szerintem, mi a pöcsnek menni. Kurvára visszafelé megyek.
De halljátok a hangok hangbiztonsága. Tehát akkor még egyszer is edlésnek, itt most azt adhatjuk meg, amit a börtönben ülő csávó mesél az ő kalandjukról, meg hogy mi zajlik itt a bolygón. Ha egyszer megtalálkoztatok, akkor boldog leszek. Jó van, bazd meg! Ezt kicsit előbb is nem megtalálhattam volna, vagy hát nem is tudom, mert jártam itt, aztán semmi nem volt. I found a path. Checking it out. What if you don't come back? Then you wait some more. Shit! Nem szartunk be, vártuk valami ilyesmit. Oh, you okay? Yeah, I'm good. It was a close one, though. Don't think I'll be able to get back the way I came. Just watch yourself, you hear me? Nagyon jól néz ki minden. Nagyon köpecű van megcsinálva. Még jó, hogy a karakter azt mondta, hogy találtam valamit, de én nem találtam semmit. There's a fissure in the rock. Stand back, I'm gonna blow it. Kinyitottam nekik az utat. Don't do that to me again. Let's get going. Follow me. Heist, over here. Give me a leg up. És őszintén kivételesen nem bánom, hogy bontatott egy kicsit, mert nagyon élvezem ezt a részt. Ez kurva jó. Nagyon jól néz ki, és mint így Alien filmek rajongó, azért megvallom a hangulat, hogy ezt játszottam, és azért tudjátok, hogy egy baszott nagy tévére van kötve az egész. Na igen, igen, erről beszéltem, igen. Ilyen közelségben azért ezt látni, epic. És be fogunk menni, srácok. Úristen. Nagyon durva. Szóval azért, mint Alien rajongó, ezt így játszani nagy tévén este, hangulat, fejemben a fülhallgató, szélfújás. Fú, minden nagyon, nagyon durván jó. És ez egyszerűen fantasztikus. És hát, wow, ez azért a játék csúcspontja nálam, eddig, tehát ennél jobb játékot nem is rakhattak volna benne. Ha valami oknál fogva a játék továbbra is itt játszódna, és hát még akkor is, tehát halálbiztos, hogy itt, ugye itt történik meg a baj, hogy felkerül az űrbázisra az Alien, szóval valakinek rátapad az arcára a kis faszombaszomoska, ami az. És
És gyakorlatilag, hogy mit történik, végigjátszunk azt, amit a filmben látunk, csak egy kicsit trükkösebbre megoldva, szóval fantasztikus, azt hiszem. Nagyon, nagyon jó élmény, nagyon, fú, nagyon tetszik, oda nézzetek. Elképesztő. És aki látta a filmet, az tudhatja, hogy itt mentek be a filmben is. Hihetetlen, szóval wow, nézzétek. Fantasztikusan néz ki, annyira élmény. És így azért még így bejön a Prometheusnak is a hangulat, aki nem látta Prometheus, nézze meg, az Alien Origin eredete, hogy honnan származnak az alienek, illetve hát próbálok olyan találni arra, hogy honnan származnak az emberek is, ugye, és hát ha jól értem ezt a Prometheusnak a sztoriát, akkor minket embereket azért alkotott az a felsőbbrendű faj, hogy kikelő tojásként szolgáljuk az alieneknek, amit hadi célokra szerettek volna felhasználni, csak hát az a baj, hogy egy olyan fegyvert csináltak az aliennel, amit ők maguk sem tudtak irányítani, és hát ja. És gyakorlatilag ugye megcsinálták ezt az alien fegyvert, és elvitték különböző bolygókra. Többek között a Földre is el akarták hozni, hogy hát az emberiséget ugye megalkották ezzel a célra, hogy sok lennek az alienek, és az a célra el akarták juttatni a Földre is. Ezért volt egy nagyon-nagyon jó film. Careful with what you touch. Fantasztikus. I don't want anything damaged. It's amazing. Úristen, ezt eddig ugye csak filmben látva távolról is. Itt vagy. Most, ha ez nem 10-ből 10, egy alien játékban, ha ez nem 10-ből 10, akkor ez semmi, az meg. Ez... Ez fantasztikus. Now it's our property. Salvage rights. Nézzétek az űrhelyet. Gyönyörű. Úristen. Then we'll take what we can and come back. Nem bírok igazából betállni vele. Fantasztikus. Ó, és föl lehet venni. Gyerekek, hát most alien fogunk csekkolni közelről. What is it? Akármi történik, előbb megnézzük az alien-t. És aki emlékszik rá, hát ott vannak a... Ott tört ki a bordájából neki is az alien. I can see that. Gyönyörű. Annyira durva. Let's find out. I'll find the beacon and shut it off. Jó. Don't want anybody else finding this place. Foster, Heist, check out the cavern az below. Az van, hogy ja, most ki kell kapcsoljam a jeladót. Mert hogy ne találjon senki más ide. Kicsit értelmes párbeszédek. De ez úristen, most megint meg kell találjam azotat, tudom, de... Ez számomra hatalmas semmi, és ezt kielveszem minden percét. Fantasztikus. Tehát aki nem játszik ezzel a játékkal, legalább ezzel a résszel, az nem tudja, hogy mit hagy ki. Nagyon nagy élmény itt mászkálni. Jó, oda lefog. Tudjuk, hogy mi van ott. Ajaj. És le fogunk venni, jól van. Biztos levegyük, úristen, már alig várom, az meg kurva jó. Hihetetlen. Jó, megpróbálom megkeresni az utat. De nem jelent semmit az ötves rádió, viszont mi az mérő. Még egyszer mondom, ez annyira durván, gyönyörű, szép, és hát mint egy rajongónak, ez nálam, ez viszi a pálmát. Elképesztő itt lenni. És most őszintén, nem akartam megvenni a Develop Kit 2-t, Oculus Riftről beszélek. Nem akartam megvenni a Develop Kit 2-t, mert hogy még nem teljes változat. De ha most ezt egy Oculus Rift-en játszhatnám, ó Istenem, gondoljatok bele abba. Tehát így... Wow.
Volt szerencsék kipróbálni az Oculus Riftet, elmentem a Comic Con-ra itt Londonban, és ott volt egy stand, ahol ki lehetett próbálni. Nem is tudom, arra nem is tettem fel képeket Facebookra, lehet felkérdetek Facebookra a Comic Con-ról képeket, ha kíváncsiak vagytok rá. Egy-két képet csináltam, sok többek között azt is, hogy kipróbálom az Oculus Riftet is. Nem volt nagy extra dolog, csak motoroztam egyet, de annyira bele tudott vinni abba, és tényleg olyan feelinged, mintha ott lennél a helyszínen, és ezt a gémet, ezt a részt, specifikusan a többitől összefosnám magam Oculus Riften, de ezt a részt Oculus Riften lett volna, annyira durván jó lett volna. Szóval ez egyszer majd, ha kijön a teljes változat az Oculus Riftnek, ezt a játékot érdemes lesz, hogy kitolni. Azért az az élmény, hogy az űrbázison mászkálhatsz, és menekülsz az alientől, ez egyszerűen fantasztikus lehet egy Oculus Riften. Kirobbanna a szívem a helyéről, azt hiszem. Ennél a résztől meg orgazmusom lenne a gyönyörtől. Hogy őszinte legyek. Jó felé megyünk most már szerintem. Na, jó van, meg vagyunk. Mix, I found the beacon, I'm gonna check it out. És ugye a filmben azt hitték, hogy ez egy segélykérés. Az első részben, későbbiekben a filmben az is kiderül, hogy a mesterséges intelligenciát a hajón használtak, részben megfejtette a jelet, és nem egy segélykérő jel volt, hanem inkább egy óvatosságra intő jel, hogy ne szálljanak le. De ugye végül hát nem vették figyelembe ezt, hogy ez egy olyan inkább figyelmeztető jel. Don't know what happened, but the beacon stopped broadcasting. Hát jó. On my way. És ugye most kérdezhetitek azt, hogy hol tudta ilyen egyszerűen leállítani a beacont, ez a máló gyerek, akivel most itt játszunk, és aki ugye látta a Prometheus-t, akkor az meg logikus, hogy azok az UFO-k, akik minket is terveztek, gyakorlatilag hasonló a génállományunk, és ami nekik reagál, az nálunk is reagál, szóval... Ja, ez ugye már a Prometheus-ból derül ki, tehát ilyen Origins című történet. De szerintem ugye megnézem még egyszer a Prometheus-t is. Fantasztikus. Minden pillanata gyönyörű ennek a résznek itt most, komolyan mondom. Hát erre dobjatok egy high five-ot, vagy valamit, tehát ez úristen. Aki nem látta a Prometheus-t, az... Vagyis úgy indítom, aki látta az Alien-t, az Alien-eket, és aki látta a Prometheus-t, és összeáll neki a kép, szerintem annak ez a rész itt egy hatalmas élmény, és számomra mindenképp az, és most tudjuk, hogy mi lesz itt. És lemegyünk. És ez epic lesz, úristen, alig várom. Szabályosan kirázott a hideg. Úristen, kiráz a hideg, de tényleg, ez nagyon durva. Iszonyatosan jó. Hát most már tudjuk, hogy így került fel erre a bázisra is. Egy alien, de volt a nézetek. Ez fantasztikus. Elképesztő. Gyönyörű oda néz. Úristen, az egész egyszerűen fantasztikus. Jézus. Jó, hát átvezető animáció.
Hát most már tudjuk, hogy hogyan került ide egy alien. Ez a rész, ez... Wow. 10 a 10-ből, ennél többet nem is kívánhatnék egy ilyen játéktól, azt hiszem, szóval itt a játék nálam eddig elérte a csúcspontját, és innen ezt, ha valamivel még túllépik, akkor én nem tudom, én kikiáltom ezt az év játékának, komolyan mondom, ez durva volt. Ha még ezen rá tudnak valamivel tetőzni, akkor tényleg, de eddig ez a játék, ez wow. Ez jó. Szóval azt mondom, hogy ez a játék valamikor például akciós lesz, akinek nincs most lóvéja. Az vegye meg. Everything. Where's your ship? If we can break the comms lockdown, what are the codes to bring it in on auto? If you want more, then you need to get me out of here. Not happening, Marlo. Is that right? Well, you know where I am. Wait. My board in the tech spire just lit up like a Christmas tree. It's here. Plan B. Set it up. Whatever's happening, I want in. Okay, this way. Okay. Got something here you need. Akkor úgy néz ki, hogy tovább megyünk a történéssel. Mert közelben jár az éli jelecske. Ó, ezt láthatunk trailerekből. Ezt úgy hívjuk, hogy lángszóró. És szerintem ezt most itt megnézem, hogy mi van. Mentek egyet, aztán utána folytatjuk, addig én is fogok tartani egy kis szünetet. Let's hope this thing works. It's an animal. Animals are afraid of fire. Azt tudjuk, hogy tényleg fél a tűztől. Legalább már van egy fegyverünk. I've got a plan to trap it. Take a transit car and meet Ricardo in the SysTech Spire. I'll coordinate from here. Jó van, tehát akkor, ha minden jól megy, csapdába fogjuk csalni. Van egy lángszórónk, azzal remélhetőleg hasznosan tudunk védekezni. Találkozunk a mentés után. Szevasztok!